Művelődési életünk mozaik kockái, kultúrvarázs. Köszöntjük a kedves nézőket egy újabb kultúrvarázs elején. A mai művelődési adásunkban a festmények világába vezetjük el önöket, de mivel farsang van, ezért az ehhez kötődő eseményeket is bemutatjuk önöknek, és nem utolsó sorban Krisztával is ügyeskedni fogunk. Jó szórakozást kívánunk! Itt van a kezemben egy könyv. Ez a könyv a Magyar Kultúra Napján díjat vett át. A 2012-es könyv legszebb alkotásának lett kikiáltva saját kategóriájában. A szerzők Csernik Ilma és Jelacsik Sutus Ágota, a könyv címe pedig így hangzik: Figyelem, én már figyelek. Itt van Elek is, és az Elek figyelni fogja a most következő beszélgetést. Helyszín a Művelődési Ház kiállítási terme, a Múzeumi Esték rendezvénysorozat első előadása. Figyelem, én már figyelek, kiáltja a könyvben szereplő kis Elek, és örömmel tudatja velünk, hogy én már figyelek. A mai kor gyermeke, ahogy azt a kötet kétszerzője ügyesen jellemzi, a fáramászás, fogócskázás helyett a számítógép billentyűit nyomkodva krokodilháton ugrál farönkről farönkre. Abban a megtiszteltetésben részesült a könyvünk, hogy a Magyar Kultúra Napján a tankönyvpótló kiadványok kategóriában az év legszebb kiadványa címet kapta. Ugye ez a könyvészeti összkép, megjelenés, tördelés, tipográfia, tehát ezeket a dolgokat foglalja magában. És azért nagy megtiszteltetés ez nekünk, mert előző könyvbemutatókon azt tapasztaltuk, hogy a közönség szereti a könyvet, de ez egy jó leső dolog, hogy a szakma is elismerte. Milyen céllal jött létre ez az alkotás, ez a kötet? Hát, hogy a címe is árulkodik róla, a figyelem kerül központba, és nem csak a figyelem, mint képesség, hanem az egymásra figyelés képességére is szeretnénk felhívni a hangsúlyt, ami ma már nagyon elfeledett, illetve mi felnőttek sem tudunk úgy odafigyelni egymásra, mint régen. A címe Figyelem, én már figyelek. Kire gondoltak itt a szerzők? Van egy kis kabalája a könyvnek, ő Figyelek, talán meg is mutatnám itt az asztalon, és már is a kolléganő kezében, Figyelek. Figyelek egy mai gyerkőc, aki jófejű, vidám, eleven, de egy kicsit szétszórt, egy kicsit figyelmetlen, és ő kiáltja ezt az olvasónak, hogy megcsinálta a gyakorlatokat, használta a könyvet, és ő már figyel, figyeljetek ti is, gyerekek. Ezek szerint az óvodások és a kisiskolások is használhatják, tehát szülői segítséggel. Igen, szülők, illetve pedagógusoknak a segítségével tudják a gyakorlatokat betanulni, viszont azért van benne olyan gyakorlat, amire mi is így a folyamatos gyakorlás gyerekekkel való kipróbálás útján jövünk rá, hogy azért idősebbek számára is tartogat olyan meglepetéseket a könyv, ami őket is fejlesztheti. Milyen gyakorlatokról van itt szó ebben a könyvben? Tehát a fő cél az volt, hogy azokat a gyakorlatokat gyűjtsük össze, amelyeknek a fókusz a tényleg a figyelemfejlesztése. Na most ez a figyelem egy csoda dolog, mert nagyon nehezen megfogható. Igazából semmi nem működik figyelem nélkül, tehát ebből következően tényleg vannak benne mozgáskoordinációt, észlelést és más képességeket fejlesztő gyakorlatok is, hisz egy gyakorlat nagyon sok minden fejleszt. De a cél az tényleg az volt, hogy a figyelni tudást, a koncentrált, a szelektív figyelem képességét erősítsük a gyerekekben. Ez a szerzőknek az első közös kötete? Igen, ez így igaz, viszont az egyesületünkön belül, amit közösen alapítottunk, a Nílus Együtt a Gyermekek Fejlesztéséért Egyesületet, végül is a kiadó is ez az egyesület, ott kezdtünk el együtt munkálkodni, és így fordtunk össze végül egy szerzőpárossal. Még egyszer, kiknek tudnánk ajánlani ezt a könyvet? Szülőknek, pedagógusoknak, és én azt gondolom, hogy minden nyitott lelkű embernek, aki valami újat szeretne látni, tanulni, olvasni. Hol lehet megvásárolni? Jelenleg az egyesületen keresztül lehet a könyvhöz jutni. Reméljük, hogy majd egyszer tudjuk ezt is bővíteni, tágítani. Esetleg még erről az egyesületről valamit bővebben? Hát az egyesületről annyit talán, hogy gyerekek fejlesztésével foglalkozunk, a fókusz, mint szó volt róla, a tanulási nehézségek voltak, de hogy igazából aztán a tevékenységünk úgy hozta, hogy mindenki kapcsolódik a tevékenységünkhöz, aki gyerek, mindenkinek tudunk kínálni programokat.
szeretnénk picit majd bővíteni a tagságot, a szakembergárdánkat, tehát azt gondolom, hogy még most vagyunk így fölnövőben, egy gyerekcipőben járunk mi is, mint figyelek, és remélem, hogy azért ebből ki fog nőni egy nagyobb dolog. És arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden gyermeknek ma már szüksége van a tudatos fejlesztésre, mert ma már a környezet nem fejleszt úgy természetesen, tehát nincsenek olyan fejlesztő természetes hatásai, mint amik régebben voltak, ezért a szülőknek, a gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak jobban oda kell figyelniük, illetve tudatosabbnak kell lenniük abban, hogy hogy is bánunk a gyermekkel, mivel vesszük őket körül, és ezért például a nyílt napjaink, a nagy rendezvényeink minden gyermeknek szólnak, hiszen minél többet fejlesztünk egy területet, annál ügyesebbek leszünk benne, és mi pontosan azokat a képességeket fejlesszük főként, amik később a tanulásra és az életre készítenek fel. Nyílt napot említett, milyen gyakran tartanak? Tavaly 4 volt? Most kérdezem Ilmát, hogy 4 volt. Reméljük, hogy az idén is sikerül így megvalósítanunk. Itt olyan napokról volt szó, ahol elsősorban tehát koncentráltan az egyik alkalommal az anyanyelvre, a nyelvápolás egyáltalán a beszédre koncentráltunk, másik alkalommal a beszédre, illetve a figyelemre. A könyv a figyelemfejlesztés alapjaiba vezet be minket, olvasókat, majd 101 gyakorlaton keresztül tanít meg, hogyan tudjuk célzottan, de mindeközben játékosan fejleszteni a gyermekek figyelmét. A könyv bemutató után ellátogatunk a Topolyai Art Gallery-be. 35 éves a Bácskosutfalvi 9+1 művésztelep. A Topolyai Art Gallery-ben megtekinthető retrospektív tárlat az Umarovicai 9+1 nemzetközi művésztelep fennállásának 35 évét jegyzi. Ez a csoportosulás, a 9+1, ez csupa véletlenül szerveződött meg. Mi oda jártunk festeni Moravicára, jobban mondva barátaim jártak oda festeni, és akkor egy alkalommal úgy gondoltuk, hogy valamilyen csoportot kellene alakítani, és akkor hát egy 9 festő, meg egy fotós, adódott a név, hogy 9+1, ekkor kapta a csoport a 9+1 nevet, amit nagy szeretettel azóta is megtartunk. Hát az elmúlt 35 év alatt mondhatnám azt, hogy egy olyan időszakot éltünk át, amiben volt jó is, meg rossz is, mert hát általában az úgy szokott lenni, hogy ha valamit megkezdünk, megindítunk, érdekesnek tűnik, majd azután az emberek ráunnak, és akkor aztán egy kicsit lanyhul az érdeklődés, a kedv, de akkor később megint ugye föllendül, és akkor megy. Az önök művésztelepén hány festő fordult meg? Hát festő az bizony nagyon sokan. Az elmúlt 35 évben a gyűjteményünk körülbelül 500 képből áll. Most nem jelenti azt, hogy 500 festő is volt, de ennek lehet, hogy fele ott volt. Azaz, ez 200 ember, merem állítani, hogy 200 festő volt az, aki ott járt Moravicán, Bácskosutfalván, és jelenlétükkel ugye emelték a színvonalát annak a művésztelepnek. Aztán ez a gyűjteményünk, ami van nekünk, ez egy olyan gyűjtemény, hogy minden festőtől őrzünk egy képet, van akitől kettőt is, és hát állandóan jönnek az újabb és újabb festők. Sajnos közben azért mindig mennek is el a régiekből. Tegnap kaptam a hírt, hogy Budapesten, Török Bálinton az egyik barátunk meghalt. És hát a legújabb katalógusunkban 3 festőművésznek a neve fog bekerülni az elhunytak közé. És hát a fiatalok ugye, hála Istennek vannak sokan, akik közül tudunk válogatni, és szándékunk is az, hogy a fiatal művészeket felemeljük, lehetőséget adjunk azoknak, hogy megmutassák a tudásukat. Tudásuk legjavát hozzák el, azok, akik eljönnek, legyen az belföld vagy külföld, és eljönnek, és a tudásuk legjavát ott hagyják,
és ez nem csak nekünk, hanem mindannyiunk részesülünk ebből a tudásból, mert minden ember más-mást hoz magával. Tehát mindannyian élvezik ezt a tudást. És itt van ez a csodálatos kiállítás az Art Galerében. Erről mit tudna mondani? Ez a kiállítás egy nagyon szép kiállítás. Én a topolyai községről csak jót mondhatok, mert az elmúlt 35 év alatt én ellenséges szándékot sosem láttam rajtuk, bennük. Mindig segítettek bennünket önzetlenül, tehát nem az ellenfelet látták bennünk, konkurenciát, hanem egy társszervezetet, akik ugye ugyanazok ki a célok ki küzdenek, amiért mi. És ez nagyon jó eset, mert hát lehetett volna ez másképp is, de ilyen fölfogással, ahogy Ádor Pali is, mostani vezetőség is, ahogy gondolkozok azon, hogy nem azért, mert az egyik alapítótagunk éppen topolyai, nem azért. A szándék az egész másmilyen, úgyhogy én hálásak vagyok a topolyaiaknak, hogy ilyen volt a hozzáállásuk, mert ha nem jel lett volna, biztos, hogy nem itt tartanánk, ahol most. A művésztelep házigazdája Zsák István festő, a 9+1 művésztelep alapító tagja. Minek alapján sikerült egyáltalán a sok-sok festmény közül kiválogatni ezt a 35-öt? Sok gondolkozás nem lehetett rajta, hogyha a 35 évet be kell mutatni 35 képen körösszül, mert egy 300 művést vagy annál több, aki részt vesz a telepen. Az alapító tagoknak úgy néztük, hogy minél régebbi alkotásaik legyenek ott, amelyeket még az elejében hagytak ott. Mert ezek nem nagyon mennek kiállításra, és a művészeket ma már egészen másképp ismerjük, vagy másképp emlékszünk rájuk, mint abban az időben, amikor készültek a képek. A többi képek meg egy olyan formában, hogy a képek azok beszélnek. És hogyha valamelyik megszólít a falon, vagy jobban kiabál a többinél, akkor azt mondtuk, hogy nem is kell, ezt levesszük. És addig szedegettük, hogy az ilyen kiabálós képeket, helyesebben mondva a színesebb képeket, leszedjük a falról, és ebből összeállítsuk 35. Neveket nem néztünk. Nem néztünk neveket, mert nem lehetett nézni neveket, és ez a 35 munka, ez valahogy egy ilyen spontánul áll össze, inkább a színekkel, hogy domináljonak a falon, azok voltak a mérvadók, hogy kiválasztottuk a 35-t. Tíz éve, hogy járok Moravicára, a 9+1 művésztelepre. Hát csak a legjobbakat tudom mondani. Tavaszi-őszi táborokon szoktam általában részt venni. Ha jók a festők, az azt jelenti, hogy jó a művésztelep is. És itt vannak jó festők. Mit adott önnek ez a sok-sok év? Főleg ismerettséget. Ismerettséget más festőkkel, akiket különben valószínűleg nem ismerhettem volna meg személyesen, ha nincs a 9+1. Topolyán kezdtem dolgozni 78-ban, amikor megalakult a 9+1, szóval azóta tudok róla, de hát évek múltak el, mire az első meghívást megkaptam. Ön személy szerint milyen tematika érdekli a művészet területén? Nincsen kiválasztott téma. Főleg figuratív képek. Figuratív festészet érdekel. De maga téma nincs meghatározva, lehet akár táj, akár akt. Emberek főleg. Ha valamit meg kellene határozni, akkor az ember érdekel. A tárlat március 5-ig hétköznaponként 9-től 14 óráig látogatható.
farsang időszakában vagyunk, így a művelődési központok és egyesületek ezzel kapcsolódóan valamit készítenek a látogatóknak. Ezt teszi a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ is. Mit kell tudni erről az időszakról? A farsang időszak vízkeresztől kezdődik, tehát vízkereszt után, és hanvazó szerdáig tart. Ez egy hosszabb, rövidebb időszak, attól függően, ugye, hogy húsvét mikorára esik. Most egy elég rövid farsangi időszakban vagyunk, ugyanis húsvét talán a legkorábbi időpontra esett az idén, tehát március végén van húsvét, és ugye húsvéttól visszaszámítva a 40 napot, a nagybőti időszakot, ami ugye a hanvazó szerdával kezdődik, tehát a vízkeresztől a hanvazó szerdáig tartó időszaka, a farsang időszaka. Erre az időszakra az volt mindig is a jellemző, hogy ez volt a bálak, a lakodalmak, a mulatságok, az alakoskodások időszaka, tehát disznótorokat tartottak ebben az időben, ami az alakoskodást illeti, hát mindig is szükségük volt az embereknek arra, hogy más alakot is öltsönek, és állarc mögött megtehették mindazt, amit a mindennapokban nem tehettek meg. Szükségük volt ugye a mulatságra egyébként is, de hát itt a farsang időszakban a duhajkodás az a tetőfokára hágott, és a bálakban is, ugye ezekben az állarcokban, vagy akár a fölvonulások alkalmával megtehették mindazt, amit egyébként nem tettek meg. Nagyon jellemző volt az is, hogy ebben az időszakban külön asszonybálak is voltak, fiataloknak is nagyon sok bál volt, és az asszonybálakban például vannak olyan vidékek, ahol nem is engedik be a férfiakat, máshol mégiscsak bemehetnek a férfiak is, tehát akkor az asszonyok egymás között mulattak, és hát az asszonyi társadalomban egymás között megengedhettek maguknak olyan viselkedést, amit egyébként a falu közössége előtt nem tehettek meg. Hogyan fognak mulatozni majd a Kodály berkeiben? Mi táncházzal fogjuk megünnepelni farsang farkát, tehát farsang utolsó hétvégéjén tartjuk a táncházat. Erről mit kell tudni? Kiket várnak oda? Fiatalokat, idősebbeket, gyerekeket, mindenkit, aki szeret táncolni, szeret mulatozni, és igényét érzi annak, hogy egy kicsit más legyen ebben az időszakban, tehát jelmezes farsangi táncházat tartunk. Köszöntöm nézőinket a Kreatív Percekben. Ma a farsang apropójára egy maszkot fogunk készíteni. Ez egy elegáns verzió, ezért minden hölgynek ajánlom, vagy pedig, hogyha kislányunk például óvodába vagy iskolába jelmezbálba szeretne menni, és jégkirálynő szeret lenni, akkor is tökéletes választás. Lássuk, mi is szükséges ehhez a maszkhoz. Először is egy sablon, amelynek a letöltési helyét a képernyőn láthatják, tehát onnan ki lehet nyomtatni ezt a formát. Azután szükségünk lesz egy cellofánra és egy organza vagy tül anyagra. Ha ez megvan, akkor be kell még szereznünk hozzá egy üvegfestéket. Most kék színűt választottam. Ez kontúrfesték, tehát az fontos, hogy kontúrfesték legyen. Nálunk hobbiboltokban, vagy pedig esetleg papírboltokban tudjuk ezt megvásárolni. Ezen kívül szükség lesz egy kis csillámporra, amit kozmetikai üzletekben is meg lehet venni, és a rögzítéshez majd szaténszallagra, és hát egy kis ragasztó szalagra, mint eddig mindig. Tehát először is helyezzük ezt a sablont az asztalra, és rögzítsük oda ragasztó szalaggal. Ajánlom, hogy a ragasztó szalagnak a csücskét azt hajtsuk vissza, hogy aztán könnyen leszedjük az asztalról, ne kelljen vakarászni. Úgy, mind a két helyen, hogy stabilan álljon, ez fontos lesz a rétegek szempontjából. Második réteg lesz a cellofán. Szintén visszahajtjuk, ennek mind a négy sarkát rögzítsük.
és következik az anyag. Ami fontos végül is, hogy átlátszó legyen, az a lényeg. Tehát stabilizáltuk a három réteget, azért fontos ez a három réteg, hogy ne kenjük össze az asztalt, és azért is, hogy az üveg festéket aztán könnyen le tudjuk majd szedni az organza anyaggal együtt a celofánról. És akkor most jön a festés. A minta alapján, tehát a minta mentén fogjuk húzni a festéket. Ha sűrűbb a festékünk, akkor úgy is lehet, hogy egy pár milliméterrel a papír felett húzzuk, ha pedig kicsit folyékonyabb, akkor hozzá is lehet érni az anyaghoz. Nem kell túlságosan precízen csinálni ezt a folyamatot, nem fog látszódni annyira ezen a maszkon, hogyha egy kicsit szétfolyik vagy összemaszatolódik. Minden esetre nem kell túl sok festéket se kenni rá, mert akkor nehezebben fog megszáradni. Tehát így elkezdjük a vonalak mentén a rajzolást. Majd, hogyha megvagyunk az egész minta megrajzolásával, akkor csillámport fogunk rászórni. Ezt ajánlom, hogy egy kis kanállal végezzék, ugyanis mindenfelé lesz belőle, arra számíthatnak. És ezután tehát a tubuson úgy írja, hogy 24 óra hosszát kell, hogy száradjon, 12 óra hossz alatt is megszárad. Maga az egész folyamat egyébként fél óránál nem több, de aztán a száradásra még számítanunk kell. Tehát 24 óra elteltével már meg is száradt a maszkunk, csillámlik mindenfelé. Akkor még annyit kell tennünk, hogy körbevágjuk, tehát a kontúrok mentén szépen körbevágjuk, és szatén szallagot ragasztunk a két szélére, hogy aztán ugye a fejhez tudjuk rögzíteni. Így fog kinézni. Mindenfelé lesz a csillámporból, ezért azt ajánlom, hogy mikor ez már így kész van, akkor még hajlakkal egy kicsit fújjuk le, 5 perc száradás után pedig már nem fognak úgy ragadni a csillámporocskák. És attól se féljünk, hogy az organza anyagunk esetleg elkezdene szétfoszlani, ugyanis a festék az ragasztóként működik, és így nem fog semmi baja történni a masznak. Hát el is készültünk akkor így ezzel, lehet menni bálozni. Így néz ki. Jó farsangolást kívánok Önöknek, és találkozunk jövő héten, amikor Valentin napi ötletekkel fogok jelentkezni. Kultúrvarázsunkat látták az elmúlt percekben. Ezzel az adással minden szerdán 16 óra 5 perckor, 19 óra 5 perckor és csütörtökönként 21 óra 5 perckor jelentkezünk. A következő héten ismét itt leszünk, és újabb eseményekkel varázsoljuk el Önöket. Jó szórakozást kívánunk!